Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit vakon repülök, mert én nem látlak benneteket, de ma már mindent megoldunk. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi az a téma, amivel idén ebben a nagyon különleges, felfordult helyzetben érdemes lenne webináriumot tartani a digitális témahét keretében kapcsán, vagy a digitális oktatás kapcsán. És végül is arra jutottunk kollégáimmal együtt, hogy ez most különleges helyzet, és akkor ehhez igazodó témát is választottunk. Egy picit elszakadunk a mindennapi oktatástól, tehát azzal szemben, amiről a korábbi webináriumaim szóltak, amik mindig egy-egy frissen megismert vagy fejlesztett tananyagunknak a módszertani alkalmazásairól szóltak, vagy a tehetséggondozásra koncentráltak. Most ez a mai webinárium, ez kifejezetten a jelenlegi helyzetre adott válaszainkról, a jelenlegi helyzethez kifejlesztett anyagainkról szól, és arról, hogy ezt hogyan és mi módon tudnátok ti akár az iskolai gyakorlatba beilleszteni, akár pedig segítséget nyújtani a családoknak abban, hogy a gyerekek változatosan, hasznosan és játékosan is tudják tölteni az idejüket otthon. Azok kedvéért, akik esetleg nem ismernek bennünket annyira, néhány pontban összegyűjtöttem, hogy alapvetően mi az Abakuszon Stúdió küldetése, és ennek a küldetésnek a különböző pontjaira milyen tevékenységeket szoktunk végezni, milyen válaszokat adunk. A legfontosabb az alap küldetésünk és a fő tevékenységünk az a STEM területén, tehát a természettudományok, technológiai, informatika, mérnöki tudományok, matematika és az ehhez kapcsolódó valamilyen módon ezekkel átfedésben lévő művészeti területeken végzett ismeretterjesztés és tehetséggondozás. Ez van a fókuszában minden tevékenységünknek. Ehhez kapcsolódóan saját informális oktatási programjaink vannak, szakkörök, táborok, családi napok, workshopok, iskolai programokon veszünk részt, könyvtárakkal együttműködünk, tehát ezt nagyon széles körben műveljük, amikor lehet emberekkel találkozni. Ide kapcsolódik az internetbiztonsággal kapcsolatos szemléletformálás. Erre a Kódteátrum nevű amatőr színházi alkotóműhelyünknek az előadásait bocsátjuk rendelkezésre többek között iskolás csoportoknak is. Többen találkozhattatok velünk olyan kontextusban, hogy iskolákkal működünk együtt, az általunk kidolgozott tananyagokat, módszertanokat mutatjuk be, segítünk ezeket beilleszteni az iskola helyi tantervébe, akár a tanórai, akár a tanórán kívüli tevékenységekbe, ehhez kapcsolódóan tanár továbbképzéseket tartunk, tehát egy nagyon szoros kapcsolatunk van számos iskolával országszerte. És mindezen tevékenységeinket segítendő, folyamatosan keressük a nagyvilágban a érdekes, izgalmas, új szemléletű, a legkülönbözőbb területeken és legkülönbözőbb készségeket fejlesztő játékokat, amelyek a kreativitásra, a szociális készségek fejlesztésére és a
szimmel kapcsolatos ismereteknek a fejlesztésére egyaránt alkalmasak, és ezeket igyekszünk a magyar piacon elérhetővé tenni a beváruházunkon keresztül. Hát mit tudunk kezdeni most mi ebben a helyzetben? Mint oly sok szervezet, az Abakuszán Stúdiónak is az elmúlt egy hónapban újra kellett gondolni a tevékenységét, hiszen minden egyes, szinte minden tevékenységünk azon alapul, hogy emberekkel találkozunk. Iskolákba megyünk, foglalkozásokat tartunk családok számára, gyerekek számára. Ezek ugye a jelen pillanatban mind lehetetlenek. És az elmúlt egy hónapban rengeteget dolgoztunk az egész csapatunkkal azon, hogy mindazon tevékenységeket, mindazon törekvéseket, amik általában az alapját képezik a működésünknek, azt áthelyezzük az online térbe, vagy teljesen online tevékenységek formájában, vagy olyan módon, amit iskolák vagy családok el tudnak érni, és le tudnak tölteni, vagy maximum meg csomagküldéssel hozzá lehet jutni. Ilyen módon az ismeretterjesztő tehetséggondozó tevékenységünk, elkezdtük egy online kurzustárnak a kialakítását. Ezen folyamatosan dolgozunk, és folyamatosan bővítjük a kurzusoknak a számát, témakörét is, illetve a kurzusokba foglalt tananyagokat is folyamatosan gyártjuk, és töltjük fel a megfelelő felületre. A szegény kódtátumunkkal, aminek március közepén lett volna két bemutató előadása, két premierje, igyekszünk egy kicsit ízelítőt adni az online térben élő felvételről közvetített élő streamelésekkel. Az iskolák támogatása helyett most mi a családokkal a közvetlen kapcsolatépítést helyeztük előtérbe, mégpedig azért, mert azt gondoltuk, hogy a tanároknak most annyi energiáját köti le a napi tanítási feladatoknak a megoldása. A napi tanítási feladatok kapcsolódó új alkalmazásoknak, új felületeknek, új módszertanoknak a megismerése, hogy az a szelet, amit mi képviselünk, ami ráadásul eszközigényes, hiszen a fókuszunkban a robotika oktatás áll, ez nem biztos, hogy most a legnagyobb prioritás, és abban pedig, hogy az iskolai digitális eszközöknek és online eszközöknek a különböző tantárgyakban való alkalmazására mik a jó gyakorlatok, mik a megfelelő vagy kipróbáltan jó eszközök. Ezekben nagyon sok olyan kollega van, és olyan előadó van, aki kifejezetten ezekkel a területekkel foglalkozik, tehát ezen a területen nálunk nagyobb gyakorlata van. Azt gondolom, hogy ők tudnak a legtöbbet segíteni. Természetesen, ha bárkinek bármilyen elképzelése vagy ötlete van már, vagy esetleg a mai webinárium nyomán támad ötlete, boldogan működünk együtt továbbra is az iskolákkal ebben a nagyon nehéz helyzetben is, és igazán örömmel nyújtunk szakmai segítséget, vagy örömmel vagyunk benne egy közös gondolkodásban, egy közös ötletelésben. De mi most ebben az időszakban arra koncentráltunk, hogy azoknak a gyerekeknek, akikre szintén váratlanul és nagyon nagy súlya szakadt rá ez az otthon maradási helyzet és a bezártság. Olyan
tartalmakat állítsunk elő, olyan játékos program lehetőségeket kínáljunk, amivel lazítani tudnak, ami nem még egy feladatlap, vagy még egy kifejezetten teljesítendő feladat, hanem egy picit más szemlet, egy kicsit játékos, de ugyanakkor nem hazudtoljuk meg magunkat, mindig tartalmas legyen, fejlesztő hatású legyen, gondolkodás és egyéb készségeket fejleszten. És hát ehhez készítünk most feladatsorokat, és ehhez kapcsolódó játékokat és eszközcsomagokat állítunk össze. Három területtel szeretnék most foglalkozni az elkövetkezőkben, és igyekszem bemutatni, hogy mik azok a tartalmak, amiket az elmúlt egy hónapban létrehoztunk, amik, nem győzöm ismételni, szervesen kapcsolódnak minden korábbi tevékenységünkhöz, csak most egy más megvalósítási formára kellett áttérni. Ez a három terület, amit most bemutatnék, a online kurzus felületünk, ez a studium.abakuszon.hu felületen érhető el. Bemutatom a logikuszon.hu szemáruházunkban található ingyenesen, vagy nagyon-nagyon alacsony áron elérhető feladatlapokat, játékokat, amiket összeállítottunk, illetve szót ejtünk a Kockázatrum internetbiztonsági előadásairól, ami azt gondolom, hogy igen, kiemelt témakör abban az időben, amikor a gyerekeket hirtelen ráeresztettük az internetre. Tehát most megpróbálok áttérni az internetre, és most elég gyorsnak tűnik, de hogyha lelassul, akkor elnézéseteket kérem, mert én már egész nap indultam az internettel. Tehát a studium.abakuszon.hu felületen találhatók az online kurzusok. Itt a belépek a robotika világába gombra kell kattintani, és ez még egészen friss, tehát jövő héten fognak indulni jövő hétre lesznek indulóképesek ezek a kurzusok, úgyhogy kérem, hogy úgy nézzétek, hogy nagyon dolgozunk még rajta. És létrehoztunk egy olyan kurzust, amit kifejezetten azoknak az iskoláknak, a diákjainak találtunk ki, akik részt vettek már Artec robotika programban. Tehát akár van saját készletük, és rövidebb, hosszabb ideje robotoznak a gyerekek órán vagy szakkörön az Artec készletekkel, vagy részt vettek az Abakuszon G vándorrobot programban. Ezt a kurzust azoknak a gyerekeknek találtuk ki, akiknek már van előismeretük, és arra gondoltunk, hogy megpróbálunk egy olyan robotika kurzust létrehozni, amihez nem kell a gyereknek otthon eszköz. És ingyenesen szeretnénk ezt a partneriskoláink tanítványainak hozzáférhetővé tenni. Tehát nem kell ettől az összegfelét megijedni, mert egy kuponkód segítségével ingyenesen lehet ezt hozzáférni. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, hogy lehet robot nélkül robotika szakkört tartani. És azt találtuk ki, hogy úgy lehetne ezt megvalósítani, hogy mi videóórákat veszünk föl, aminek során részben egy kicsit ezeket én tartom, részben én robotozok egy kicsit, és közben a gyerekek figyelhetik a képernyőképet, és együtt csináljuk, gyakorlatilag segítünk a gyerekeknek nem elfelejteni mindazt, amit eddig megtanultak, és amit eddig élvettek, és apró feladatokat is adok a gyerekeknek,
amit aztán megoldanak és visszaküldenek nekünk. Egy pici ízelítőt szeretnék a bemutatkozó videóból megmutatni, mert ott ez ennél összeszedettebben gondolom el. Szervusztok! Szára vagyok. Szeretettel üdvözöllek benneteket a Vakutáskurzus online robotikus részében. Néhány szóban elmondanám, hogy hogy fog zajlani ez a online robotikus. Kihívások sorozat eljárt benneteket. Időről időre egy-egy újabb feladatot fogunk meghatározni, és nektek pedig az lesz a dolgotok, mindenek előtt, hogy foglalkozzatok, és vagy megfejtenetek kell a robotnak a programját, vagy nektek kell megfejtenetek. Tehát az egyik lehetőséget, egy fajta kihívás az lesz, hogy mi bemutatunk egy működő robotot, és nektek meg kell írnotok hozzá a program. Ezután a programot elkészítettek. Rátörjük mindenkinek a programját, mert a videót meg tudjátok nézni, és megállapíthatjátok, hogy jól sikerült-e a programban, nem, és ha nem, akkor tetszik el, hogy változtak. Szeretettel várjuk az újabb és újabb lehetőségeket, amik elégedettek nem lehetnek. Ugyanúgy, fekvőző tartóra lennétek, újra meg újra rátöltenétek a robotra a program. Aztán megnéztétek megfordítani. Ezért ki kell találnatok, hogy pontosan milyen fázisok lehet, és milyen programmal lehet megalkotni. Ha most nyertek, akkor láthatjátok pontos ő programját, az, hogy minden akkor milyen típusú feladatra lehet számítani. Vagy például olyan típusú feladatra lehet számítani, hogy fogjuk nektek mondani, hogy megtartjuk először farol 7 másodpercig, és aztán balra pillanatja a farkát, világít a jobb lámpájával, körbefordul kétszer, és aztán csoválja a farkát. Írjatok erre programot, ez is egyfajta tisztítás lehet, tehát nem látjátok a működést, csak elmondjuk, hogy mit szeretnénk látni. A harmadik lehetőség pedig az lesz, hogy kaptok tőlünk egy programot, ki kell találnotok, leírni, hogy Hector tudja nál ennek a programnak az alapján. Nem mindig Hector tudja fog szerepelni a videókon, van nekik egy munkánk is, hogy ők felváltok a videókon, vagy változatos legyen. Nagyon szeretnék, ha velük játszanátok az elkövetkező hetekben, és szeretnék egy olyan felületet is a rendelkezésetekre bocsátani, ahova föl tudjátok tölteni a programjaitokat, a videóitokat, képképeiteket, illetve mi is föl tudjuk tölteni a robotokról videókat, és így meg tudjátok nézni, hogy sikerült a programotok. Ez a felület az inoit.com felületet. Nem szeretném tovább húzni itt az időt, de azt gondolom, hogy ez a kis videó jól összefoglalta azt, hogy képzeljük el ezt a foglalkozássorozatot. Nagy szeretettel és nagyon nagy izgalommal várom a tanítványaitokat ebbe a kurzusba. Nem lesznek nehezek a programok, tehát itt pont mondjuk ez Hector bemutatkozó programja nem volt a legegyszerűbb. Tehát ismerve az, hogy azok, akik robotoznak, az iskolában,
körülbelül hány éve milyen eszközkészlettel dolgoznak, illetve hogy a Vándorobot programban résztvevő iskolák gyerekei meddig tudnak eljutni abban a 10 hétben, amíg náluk van a robot. Tehát olyan feladatokat és olyan témákat dolgozunk fel a foglalkozásokon, amik illeszkednek a gyerekeknek a tudás szintjéhez, úgyhogy nem kell attól félni, hogy túl nehéz lesz. Egyébként a Linoitos felületen arra is módjuk lesz a gyerekeknek, hogy visszajelzést adjanak, hogy kommunikáljunk, tudunk alkalmazkodni hozzájuk is. Megmutatnám, hogy lehet ingyenesen hozzájutni ehhez. Rá kell kattintani erre, hogy megveszem most, és akkor bejön egy regisztrációs oldal, amit ki kell tölteni, és itt a tetején a kupon alatti mezőbe kell beírni a megfelelő kuponkódot. Ezt a kuponkódot e-mailben elküldjük minden olyan kollégának, aki jelzi, hogy a tanítványai bekapcsolódnának ebbe a programba. Nyilvánvalóan ez közös érdekünk, így egy picit ti is nyomon tudjátok követni, hogy a gyerekek mennyire kapcsolódnak be, mi pedig csak olyanoknak adunk ingyenes lehetőséget, akik valamilyen módon kapcsolatba lépnek velünk. Természetesen nem csak olyanok jelentkezhetnek erre, akik olyan iskolák, akik már robotoztak, hanem akik tervezik ezt. Annyit kérünk, hogy erre az online robotika kukac.abakuszan.hu címre írjatok egy e-mailt, és akkor mi küldjük a kuponkódot, és akkor így lehet csatlakozni ez a kurzushoz. A felületen található már feltöltés alatt álló másik két kurzusunk az fizetős, de ott is igyekeztünk olyan lehetőségeket keresni, hogy a családoknak minél kisebb megterhelés legyen ez, tehát hogyha eszközhöz akarnak jutni a kurzus erejéig, nem muszáj megvásárolni, hanem bérelni is lehet ezeket, ennek a feltételei megjelennek ott a kurzusoknál. Úgyhogy ez a legizgalmasabb projektünk, meg amit talán a legnehezebb elképzelni. De nagyon sok érdekes anyagot készítettünk, amik mind elérhetők a logikosan.hu weboldalon. Ezek a legkülönbözőbb témakörökben készült feladatsorok, játékos feladatsorok, amiknek egy része eszközökhöz kapcsolódik, például akik artekeznek, felismerik, hogy ezek artekőkockákhoz kapcsolódó készségfejlesztő feladatok. Van egy IOBlox nevű építőjáték, és ahhoz is dolgoztunk ki feladatokat, de igyekeztünk ezeket úgy megalkotni, illetve olyan kivonatokat készíteni belőlük, amik ingyenesen letölthetők, és amihez nem kell az eszköz. Például az Artek fejlesztő játékok, készségfejlesztő játékokhoz, amihez rengeteg feladat tartozik, füzetek garmadája és füzetenként 10-12 feladat található benne. Ezekből készítettünk olyan kivonatot, amihez nem kell kifejezetten az Artek kocka, tehát ilyen síkkitöltéses, tangramos feladat sorok, azok megoldhatók az eszköz nélkül is. Ezekhöz mi kivágható sablonokat is készítettünk.
amik a feladatlapoknak a részei, és pillanat, remélem, hogy betöltődik a videó. Itt ez az iOBLOX-os feladatlapnak a használatát mutatja. Itt megint az építőjátékot lehet látni a képen, de mindjárt mutatok olyan feladatlapot, amin látszik, hogy kivágható sablonok is vannak a készletben. Tehát rengeteg dolog ebből letölthető ingyenesen. Tehát ezek a logikosan.hu felületen találhatók, hogyha megnézitek az online otthoni tanulás és foglalkozás kategóriában, ott az összes erre a célra ajánlott készletünk megtalálható, és alatta van egy ingyenes blokk, hogy oda belemegyünk, akkor itt láthatók az ingyenesen letölthető készletek. Például itt van egy minta oldal ebből az iOBLOX-os feladatlapból. Itt olyan feladatot lehet megoldani, hogy például alakzat felismerés, ismétlődéseknek a felismerése, némi algoritmizálást lehet próbálni. Egy másodperc, és mutatok egy teljes feladatlapot. A végén találhatók a kivágható sablonok, tehát ezzel eszközkészlet nélkül is a gyerekek tudnak játszani, és el tudják végezni a feladatokat, csak ki kell vágni ezeket. Ha nincs nyomtató, akár meg is lehet rajzolni ezeket az alakzatokat. Itt egy olyan algoritmizálási feladat van például, ahol ezt a barna és fekete U alak, hogyha egymás után van, azt kell kicserélni a piros székre, és akkor alá kirakhatják a kivágott alakzatokból, vagy lerajzolhatják, hogy fog kinézni az ismétlődéseket már egy rövidítéssel helyettesítő új szekvencia. Tudokutni lehet ezekkel az alakzatokkal. Alakzat és szín párosítása történhet meg, és még számos feladat vár itt a gyerekekre. Készítettünk olyan feladatsorokat is, amiket a korábbi versenyeinknek a feladataiból állítottunk össze. Talán vannak közöttetek, akik emlékeznek még rá, néhány évvel ezelőtt mi számos komplex levelezős versenyt bonyolítottunk, ahol egy-egy témakör köré volt, hogy az évszakok köré volt, hogy az égtájak köré, vagy korszakok köré csoportosítva gyűjtöttünk össze egymással összefüggő feladatokat a legkülönbözőbb tudományterületekről, és igyekeztünk mindenhol kreatív megoldásokat is várni a gyerekektől. Ezekből a feladatsorokból szemezgettünk össze olyan feladatokat, amiknek a legkevésbé van iskolaszaguk, ezt nagyon céltudatosan csináltuk, pont azért, hogy másfajta tevékenységet, másfajta játék lehetőséget nyújtsunk a gyerekeknek. Eddig ebből két sorozatot lehet letölteni a logikusan oldalról. Az egyik az inkább a művészetek iránt érdeklődő gyerekeknek szól, mozaik készítés és
és gyümölcs portré készítés és hasonló jellegű feladatokat válogattunk össze, a másikban pedig titkosírásos keresés a téma, úgyhogy ez is megtalálható és ingyenesen letölthető, illetve megkezdtük egy angol nyelv gyakorlását segítő játéksorozatnak az elkészítését, társas játékokról van szó. Ennek az első eleme az a bolygókról és a naprendszerről szól, és ennek is van egy inkább rejtvényes, kvízes megoldása, ami az ingyenes anyagaink között található, és ingyenbe fog tölteni. És van egy inkább társas játék, ami nem ingyenes ugyan, de egészen fillérekért megkeresztető. Ezzel is az a célunk, hogy a nyelvgyakorlást és a természettudományos ismereteket összekössük, tehát az egész sorozat majd valamilyen módon természettudományos témákkal fog foglalkozni. Ez a most letölthető játékunk. Amit még ezeknek, ugye most bemutattam az ingyeneseket, és biztatok arra mindenkit, hogy ti hívjátok fel a gyerekeknek és a családoknak a figyelmét arra, hogy ezekhez hozzá tudnak jutni. A nagy részüket nem is feltétlenül kell tudni kinyomtatni, hanem akár rajzolva, kivágva is lehet velük játszani. Amit még itt kiegészítésként behoztunk, egy indiai eredetű játék, amivel természettudományos ismereteket lehet megszerezni, ugyanakkor mindegyik ilyen csináld magad típusú játék, tehát a gyerek maga szereli össze a játékot, amivel utána játszhatunk kísérletet. Amit még folyamatosan ingyenesen biztosítunk, mint szórakozást és szórakozva tanulást a gyerekeknek, azt a Facebookon, a Logikusan-nak a Facebook oldalán napról napra kis kihívásokat, rejtvényeket, kvízeket teszünk közzé, ezeket csak ilyen kis pár perces szórakozásra a legkülönbözőbb témakörökben biztosítjuk a családoknak. A Kodteátrumról szeretnék még beszélni. Ahogy az előbb említettem, elég izgalmas a gyerekeknek a helyzete abból a szempontból is, hogy hirtelen bekerültek a nagy online térbe, és olyan gyerekek, akiket lehet, hogy eddig nem is engedtek a szülők az internet közelébe, vagy csak nagyon komoly felügyelet mellett, most esetleg napi több órát kell, hogy a tanulás kapcsán az interneten töltsenek, és a számítógép előtt töltsenek, és felváltva kell használniuk a számítógépet és a telefonjukat, és nem mindenkinek van meg ehhez az előismerete, és az internet használati, vagy eszköz használati kultúrája. Ezért azt gondoljuk, hogy nagyon fontossá vált most ebben a helyzetben, hogy bocsánat, rám sötétedett. Nagyon fontossá vált ebben a helyzetben, hogy azokat az internetbiztonsági előadásainkat, amit a Kodteátrum kapcsán létrehoztunk, vagy amit a Kodteátrum alkotóműhelyben létrehoztunk,
azokat hozzáférhetővé tegyük. Segítünk ezzel, azt gondolom, elsősorban a pedagógusoknak, mert ezek az előadások a résztvevő fiataloknak a saját élményein és ötletein alapulnak, tehát igazán a gyerekek, főleg így a 13-18 év közötti korosztálynak szólnak ezek, a gyerekek tapasztalatairól és igazán az ő világukról szólnak. Nagyon jó gondolatébresztők, bevezetők ahhoz, hogy aztán beszélgetni lehessen az adott kérdésekről. Amikor élőben tartjuk ezeket az előadásokat, akkor az előadás megtekintése közben Kahutos szavazásokat is tartunk, így bevonjuk a nézőtéren ülő gyerekeket az előadás témájába, aktivizáljuk egy kicsit őket, és az előadást internetbiztonsággal foglalkozó szakemberekkel folytatott beszélgetések szokták követni. Egyelőre most odáig jutottunk, hogy a korábbi előadásainknak a felvételeit szeretnénk időről időre egy-egy online streamben bemutatni. Tehát ezek ilyen álélő adások lesznek, hiszen nem a közvetítés időpontjában történik az előadás, ami színjátszó gyerekeink is hetek óta távol vannak egymástól, és nagyon hiányolják azt a légkört, ami a próbákon körülveszi őket, hanem korábbi előadásoknak a nem egészen profi videófelvételeit fogjuk most közreadni, de azt gondoljuk, hogy ezek mindenképpen hasznosak, és segíthetik a kollégáknak a munkáját. Az első ilyen előadás az április 19-én 6 órakor lesz. A Kótátrum Facebook oldalán lehet megtalálni az eseményt, és nagyon sok szeretettel várunk benneteket, és bízunk benne, hogy több ilyen színmelést is fogunk tudni megvalósítani, és hogy ezt hasznosnak tartjátok. Körülbelül a végére értem annak, amit szerettem volna bemutatni. Mindenképpen szeretném bemutatni a csapatot, akik itt megismertetett tartalmak kidolgozásán dolgoznak éjjel és nappal, hetek óta, és természetesen nem csak az elmúlt hetekben, hanem több éves együttműködés és közös munka van mögöttünk. Folyamatosan érdemes lesz figyelni bennünket, mert folyamatosan gyártunk újabb és újabb gyerekek foglalkoztatását segítő játékos anyagokat, és ezekből folyamatosan lesznek olyanok, amiket ingyenesen elérhetővé teszünk annak érdekében, hogy ne az omuljon, hogy a gyerekek értelmesen töltik-e az idejüket, hogy a család milyen anyagi helyzetben van. Én nagyon köszönöm a figyelmeteket, és hogyha bármilyen kérdés van, akár most, azt most megválaszolom, akár pedig a későbbiekben, akkor a Sugársára Habakus.hu e-mail címen megtaláltok.